Köszöntöm a nézőket, és szeretettel köszöntöm vendégeimet a stúdióba, Benko Attilát, a Budakalászi Kóskároly Művelődési Ház igazgatóját, és Török Pétert, aki pedig zenész, autóversenyző, és hát nagyon sok minden egyébben foglalkozik még. De most, amiről beszélgetni fogunk konkrétan, az a második Kalászi Kocsi Fesztivál programja lesz, ami május 1-én lesz a Faluházban. Hogy jött az ötlet ennek tavaly, Attila, hogy egy ilyen fesztivált rendezzen meg a Faluház? Az ötlet onnan eredt, ugye ez május 1-én volt az első, és mindig május 1-én rendezzük meg, hogy május 1-én szerettünk volna valamilyen rendezvényt tartani, de nem azt a régi hagyományos sörvésli, vöröslégömbös majálist, és azon gondolkodtunk, hogy mi az a fesztivál vagy mondani való, ami Budakalászról szól. És ugye a kalászi kocsi lelet azért Európa vagy világhíres, amit Budakalászon találtak, tehát ez a városnak az identitását, történelmét azért jól tükrözi. És ez adta a kiinduló pontot, hogy ez legyen az alap mondani való, tehát ezért lett a neve Kalászi Kocsi Fesztivál, és ez egy úgymond egy szerencsés téma, mert amellett, hogy megemlékezünk a kalászi kocsiról, minden, ami négy geréken gurul, minden, ami autó, minden, ami az autósport, az autókkal kapcsolatos, az ennek a rendezvénynek része lehet. Tehát szerettünk volna mi is egy olyan rendezvényt, a Makói Hagyma Fesztivál, vagy a Pándi Megy Fesztivál, tehát minden városnak van valami olyan identitás, ami köré tud egy rendezvényt szervezni, és mi ebből szeretnénk hagyományt teremteni. Hát hagyomány elején vagyunk, mert ugye a második Kalászi Kocsi Fesztivál, de igazából ez volt a kiinduló pontja. És milyen volt a visszhangja a tavalyi rendezvénynek? Nagyon jó volt a visszhangja, mert nagyon színes volt a program. Ugye a gerincét az egy túra rally autó kiállítás adta, nagyon sok kísérő programokkal, aminek egy része kötődött az autósporthoz, egy része nem. Tehát ebben volt gyerekprogram, volt koncert, volt felnőtt program, volt gasztronómia, voltak sportprogramok. Tehát ez tulajdonképpen egy nagyon színes családi nap, aminek azért a 70-80%-a az autókról, autózásról szól, és annyira színes volt ez a program, annyira összetett, minden korosztály talált magának izgalmas, érdekes programot, úgyhogy nagyon jó volt a visszajelzés, nagyon nagy volt a látogatottság, és ugye olyan jól sikerült, hogy tavaly a Budakalászi Renault támogatta ezt a rendezvényt, sőt, ők meg is jelentek ott ugye a saját kis promócióval, autókkal, hogy idén megint támogatnak minket, tehát azért itt is lemérhettük, hogy ez egy sikeres rendezvény volt, mert azért a támogatók mindig olyan rendezvényhez mellé állnak újra, ami úgymond nekik is megérte, tehát számukra is jó rendezvény volt, sőt idén már az Osant is, illetve az Osan benzinkutat is a támogatóink között tudhatjuk, tehát ez a rendezvény ez megerősödött tavalyhoz képest, és látszik, hogy jó visszhangja volt. És Péterrel hogy jött a kapcsolat? Ugye azért a programok nagy részének szervezésében főszerepet vállalsz. Hogy kerültetek kapcsolatba egyáltalán? Hogy indult el az egész program szervezés? Attilával mi régóta kapcsolatban vagyunk, hiszen a zenekarunknak, az Ice Cream Blues Bandnek a otthonát a Attila által vezetett Budakalászi úgymond faluház biztosítja, és mondhatom, hogy jó barátságban vagyunk így. És együtt találtuk ki tulajdonképpen, hiszen ez a kis embléma, ez egy ekkora kis kőjáték lehetett egy római gyereknek, ugye Attila? És hát akkor még megy arra, hogy mi volt a funkciója. Jó, ez a történészetnek a dolga, mi viszont ezt jól meglovagoltuk, mint marketing, és ez úgy érzem, hogy minden olyan embernek, a látogatónak vagy résztvevőnek ez nagyon-nagyon felejthetetlen élményt biztosít. Hagy mondjak egy nevet, az autósportban van egy nagyon nagy, több nagy név van, de van egy olyan név, hogy Bálint Árpád. A Bálint Árpi bácsi volt a Ferjánsz Attilának, aki szintén nem 26 éves, a főnöke autóversenyzőként, és az Árpi bácsi tavaly díszvendége volt ennek a rendezvénynek. Árpi bácsi idén megint jelezte, mikor én mondtam, hogy lesz ez megint Árpi bácsi, és onnan Pécsről, az rallinak, meg az autósportnak az egyik fellegvára, Pécs, a másik Miskolc, onnan jelentkeznek, hogy én is szeretnék jönni. Fantasztikus dolog ez. Miskolcról jön például versenyautó, Miskolcról hoznak versenyautót. Itt ebben a körzetben különben nagyon sok versenyző él,
Úgyhogy nagyon örülök, hogy rögtön az első hívásra ők jelentkeztek. Nekem egy picit könnyű dolgom van, mert még most is benne vagyok az autósportban, mert a Főtaxi Sportklubnak vagyok az elnök helyettes és az autósport szakosztálynak a vezetője. Tehát mindennapi kapcsolataim vannak, plusz, mint magánember foglalkozom egy párossal, akit menedzselek. Tehát benne vagyok az autósportban rendesen, tudom, hogy ki az a fiú, aki megérdemli, hogy én meghívjam. Itt a versenyzőknek nem kell fizetni részvételi díjat. Én nekem azok a kiállítások, rendezvények nem tetszenek, ahol a versenyzőtről lehúznak több tízezer forintos bört, csupán azért, hogy legyen utána egy vagány rendezvény. A miénk az nem az emberközeli, baráti, és az, hogy a másodikat tudjuk így megrendezni úgy, hogy nem tudom, hogy hova fogom eltenni ezt a sok versenyautót, tehát mint egy francia kockás papírt be kell majd rajzolgatni otthon, és be centire, hogy ki hova álljon. Ez egy jó érzés, nagyon jó munka ez tulajdonképpen. És hát örülök annak, hogy az embereknek kíváncsiak erre, és főleg a mai fiatalok. Ugye nagyon változatos programok lesznek itt, fő szempont volt az, hogy a család minden tagjának, tehát kicsinek, nagynak egyaránt legyenek itt programok? Igen, mert ha csak magára az autóról szól, akkor lehet, hogy a hölgyek talán kevésbé, hogy a kisgyerekek, az egész pici vagy gyerekek. Vagy azt mondják, hogy nem ismerhetek. Vagy nem ismernek el. Így van, így van. Így viszont az egész család el tud jönni, és ugye 10 órakor nyit a kapu, egészen este 9-ig tart a rendezvény, tehát mindenki talál magának olyan programot a nap folyamán, ami számára érdekes lehet, és ide bátran tényleg az egész család, azt mondom, hogy az egész pici gyerektől a nagypapáig, nagymamáig mindenki eljöhet, mert mindenki fog magának találni olyan programot, ami érdekes. Tehát ez szándékolt volt, hogy mind a kiegészítő programok, mind a sportprogramok, mind a színpadi programok úgy lettek összeállítva, úgy van fölépítve a tematikája, hogy minél nagyobb korosztályt meg tudjunk szólítani. Ki tudunk-e menni azért néhányat a programok közül? Hát rengeteg lesz, úgyhogy nyilván valamennyit nem tudjuk. Meg is értődnénk, hogyha nem jönnétek ki, mert mondom, vagyunk olyan, hogy beképzeltek, meghívjuk, hogy nektek ott kell lenni. Meg szeretünk titeket. És mik azok a programok, amiket így elsősorban tudnánk ajánlani a nap folyamán? Hát 10 órakor kinyitjuk a kapukat, onnantól kezdve mindenkit szeretettel várunk. Meg kell mondanom, hogy nagyon-nagyon színvonalas, jó büfé van, tehát ott a grill party, grill terasz van tulajdonképpen. Normális áron lehet mindent fogyasztani, tehát a házi asszonyoknak innen üzenem, hogy nem kell idegeskedni, aki szereti mondjuk a csevapcsicsát, vagy bármilyen grilles kaját, de szendvicsek is vannak, és nagyon színvonalasak, akkor ott a családot vendégül kell látni, a feleségnek nem kell mosogatni, nem kell felhúzni a gumikesztyűt, tehát nagyon klassz. Tehát, ugye ez több szintű ez a terület. A gyerekek őrzött helyen, bekerített részen, felügyelettel, ott játszhatnak mindenfajta játékvár, kisautó, elektromos autó, ilyen autótesztek. Mi a neve ennek? Autószimulátor. Autószimulátor. Lesz go-kart bemutató. Az egyik helyiségben, teremben bent, ott non-stop lesz egy másfél órás mozifilm. A filmnek a címe az Autóversenyzők. Ez a film a 70-es évek végén készült, és még itt lesznek olyan akkori pilóták, akik élnek, és tavaly is olyan aranyosan nézték a filmet, és csöndbe. Nagyon-nagyon jó volt. Ez különben mindegyik nagyon vagány krapek, tehát ezeknek nem kell mikrofon, olyan emberek. De ezt most nem egyszer fogjuk levetíteni, hanem 10 órától végig, non-stop. Lehet a versenyzőkkel beszélgetni, a versenyautókba be lehet ülni, ott lesznek szerelők, lehet velük beszélgetni. Lesz egy riporter, aki körbe fog mikrofonokkal a versenyzőkkel, ilyen talk show jelleg műsort fog. Lesznek színpadi rendezvények már egész kora délután, báb műsor, de ezt inkább az Attila mondja, hogy ott mik lesznek. Igen, a színpadi programok úgy indulnak, hogy 3 órakor lesz az Államzug társulásnak egy nagyon érdekes báb előadása, ez egy zenés játék interaktív program. A gyerekeknek utána 4 órakor a napraforgó együttesnek lesz egy zenés gyermekkoncertje,
és akkor utána haladunk a korosztályba előre. 6 órakor lesz egy Bon Jovi nevezetű zenekar, nem véletlenül ez az elnevezés, ugyanis ők egy Bon Jovi tribut zenekar, tehát klasszikus Bon Jovi és lágereket fognak játszani, szerintem ez egy nagyon jó hangulatú igen. koncert lesz, és 7:30-kor pedig a Péterék együttese, az Ice Cream Band fog föllépni, ahol ugye lesznek kuriózumok, ezt majd a Péter elárulja. Emellett lesznek még sportprogramok, például lesz egy 6,5 méteres négy oldalon mászható mászófal, ahol megtanítják a falmászás rejtelmeit, ki is lehet próbálni bárkinek a korosztályból. Lesznek kiegészítő programok, úgy mint automaket kiállítás, kis szlalompálya, az autószimulátor, matchbox kiállítás. Tehát nagyon sok olyan kis kézműves program, ami a gyerekeket érdekli. És azért lesznek itt oldtimer autók, tehát itt lesz az első T Ford modell, ugye 1926-ból. A lábán jön ide. Lábán jön, tulajdonosával együtt, tehát ezt is meg lehet tekinteni, úgyhogy nagyon szervizkamion lesz kiállítva, ahol a teljes hátországa látszik az autóversenyzésnek, úgyhogy nagyon érdekes, izgalmas programok lesznek. Ugye, hát most Magyarországon hát egymást érik azért a fesztiválok, tehát rengeteg van minden városban. Mik azok a főbb szempontok, amikor valakinek kell egy ilyen fesztivált szervezni? Tehát milyen újítások kellenek ahhoz, hogy az embereket mégis oda tudjuk vonzani? Tehát nyilván ez egy nagyon fontos dolog, hogy a család minden tagjának legyenek programok, és hogy legyen benne valami újdonság is, gondolom, ami vonzza az embereket. Hát igen, egyik az az újdonság, de ami másik szerintem még fontos, és mondjuk itt Budakalászon, tehát egy kisvárosba Budapest mellett, hogy azért ez Budakalászról is szóljon. Uh-huh. Tehát, hogy egy kicsit magukénak érezzék az emberek, és ez mondjuk nem csak a Kalászi Kocsi Fesztiválra igaz, hanem akár a városnapi rendezvényre, ahol tavaly ugye kifejezetten Civilek utcája volt, tehát minél több budakalászi kapcsolata, vagy itt élő, vagy a környéken élő emberke meg tudott jelenni. A Kalászi Kocsi Fesztiválnál ugyanez, ugye maga, amiről szól a rendezvény, az erősen kötődik Budakalászhoz, de sok olyan a fellépők között, a kiállítók között nagyon sok budakalászi lakos, budakalászi kötődésű ember van. Tehát azért ez nagyon fontos, hogy ennek szíve lelke legyen a rendezvénynek, és az adja meg, hogy benne van az, hogy ez budakalászi. Ez nem egy fővárosi rendezvény, ahol május 1-én csinálnak valamit, és akkor a szokásos patronokat ugye elpuffogtatják, hogy legyen játék, legyen grillterasz, legyenek fellépők, hanem valamilyen kalászi kötődés, és ezt mindjárt Péter elmondja, hogy például mi a záró koncertben is ezt a vonalat azért visszahoztuk, ami egy érdekesség. Igen, mert ez a zenekar, az Ice Cream Blues Band akkor még úgy volt, itt kezdtük, és itt ez az otthonunk, de ami egy nagyon-nagyon örülök ennek, hogy az a Budakalászi Zeneiskolának az igazgatónője mellénk állt, és két utolsó számban a gyerekkórus fog vokált adni, 15 kisgyerek fején a színpadra, és a Jézus Krisztus szupersztárból a szupersztárt fogjuk előadni, a másik pedig a bangladesi koncertből a My Sweet Lord című számot, és még egy budakalászi ebben a két számban, mert az utolsó számban, a George Harrison számban a 21 éves CAFB zenekarnak a alapítója, aki egyben a mi zenekarunknak a hangmestere, ennek a rendezvénynek a hangosítását ő biztosítja, ő csinálja, feljön egy szál akusztikus gitárral, és ott fog velünk zenélni. A Sütő Lajos, tehát a Lajos sokan ismerik, szeretik, tehát ezzel is kicsit a Budakalásznak egy köszönetet adunk, hogy eljöttek. Úgy érzem, hogy mit még a nagypapák is el fognak erre jönni, hogy a kisunokájuk az mit fogod csinálni a színpadon, és mikor jönnek föl a gyerekek, hát addig ne húzódjon az idő, akkor fogjuk kisorsolni 3 komoly ajándékot a belépők között. Tehát nagy értékű ajándékokkal szeretnénk nekik kedvességet adni, hogy nem a Hősök terére mentek el a Lenin szoborhoz felvonulásra május 1-én, hanem itt a családban.
nekem nagyon tetszett, hogy tavaly a megnyitón a polgármester úr azt mondta, hogy Budakalász tulajdonképpen 200 méterre van Budapesttől. És én ezt én mindig elmondom, ez annyira jó pofa, hogy nem igaz. Komolyan mondom. És próbáljuk kicsit felébreszteni Budakalász, Pomáz, Szentendre térségben az embereket, mert nagyon sokszor eljövünk kulturális rendezvényekre, Szentendrére. Pomáz az valahogy így kiesik, de úgy érzem, hogy majd ők is kicsit be fognak állni ebbe a hármasba, és tulajdonképpen mi ezt most fölvállaltuk másodszor, hogy akkor teszünk valamit, hogy kicsit jobban jöjjön össze ez a három településnek az emberei. A sport, a kultúra, a gyerekek, hiszen a gyerek az egy fantasztikus dolog, mikor totyog, kézen fogva viszi a mama vagy valaki, és beleütet egy autóba, lefényképezik, és 10 év múlva, 15 év múlva a gyerekből autóversenyző lesz, vagy zenész, vagy hegymászó, vagy bármi, vagy csak hazavisz egy, a papa vesz az egy gyereknek egy ilyen kis pici makettet, autót, és azt mondja, fú, de jó voltam ott ezen, milyen klassz volt. Egy örök emlék maradhat. Hát legyen ez a végszó. Nagyon sok sikert kívánok a rendezvényhez, és köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltatok. Mindenkit szeretettel várunk. Önöknek pedig javaslom, hogy aki teheti, mindenképp látogasson el május 1-én 10 órától 9 óráig tartó rendezvényre, a második kocsi fesztiválra a Budakalászi Faluházba. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra!